Sziasztok! Ez itt a Vlog 16. része. Ebben a részben a Ubiquiti Airfiber 5X-et fogjuk letesztelni a Vlog 9-ben ismertetett helyszínen és mérési módszerekkel. Az Airfiber 5X a Ubiquiti 5 GHz-es zászlós hajója. A többféle Airfiber változat közül mi most az 5 GHz-es RPSMR csatlakozóval rendelkezőt fogjuk letesztelni a 23 decibeles Ubiquiti antennával. Az Airfiber 5X maximum 26 decibeles kimenő teljesítménnyel rendelkezik, és maximális moduláció esetén mínusz 60-as vételi érzékenységgel. Teljesen fém és rendelkezik hűtőbordákkal. Az antennában integrálva van két darab RPSMR pigtail kábel, amelyek időjárás állóak. A Ubiquitinek ezen antennája félúton van az integrált és a külső antenna közt, mivel az Airfibert egy pattintással rá lehet rakni az antennára. A többi Ubiquiti antennához hasonlóan ez is rendelkezik mind függőleges, mind viszintes állítási lehetőséggel, illetve vízmértékkel. Az eszköz kettő darab porttal rendelkezik, egy menedzsment, illetve egy adatporttal. Az adatporton meg lehet táplálni a csomagban érkező 24 volt 1 amperes tápegység segítségével. Nem rendelkezik integrált GPS antennával, viszont a csomag tartalma egy külső GPS antenna, ami mágneses. Az Airfiber 5X-nél lényegesen több időt töltöttünk el az antenna beállításnál, mint a tesztünk során bármelyik eszközzel. Ennek oka, hogy az antenna beállítás során állandóan megszakadt az adatkapcsolat, és idő volt, még újra összeállt. Szintén sok időnk ment el azzal, hogy a DFS mód állandóan radardetektre váltott. Több órányi próbálkozás során 50 MHz-en 64 QAM volt a legjobb eredmény, amit sikerült elérnünk. Akkor lássuk a mérési eredményeket. IPERF segítségével 195 megabitet sikerült elérnünk, az Equicom által biztosított EXFO műszerrel 68-as csomagméret esetén 113/95 megabit per szekundumot, 512-es csomag méret esetén 171/145 megabitet, 1500-es csomag méret esetén 189/165 megabit per szekundumot sikerült elérnünk vele. Mérésünkből kiderült, hogy az eszköz kis csomag méret esetén nagyon jól teljesített. Ez volt tehát a Vlog 16. része. A következő részben összefoglaljuk a tesztben tapasztaltakat. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok!